Köti szelendő pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az olvasmányok alapján elnevezhetnénk ezt a mai napot az imádság vasárnapjának. Nincs ilyen vasárnapunk ilyen megjelöléssel, hiszen minden vasárnap imádkozunk, de most az olvasmányok kifejezetten erről szólnak, és érdemes egy elmélkedést ehhez is fűzni, hogy az imádság szüntelenül tanulandó iskolájában ott lehessünk. Az ószövetségi ember imádságát mutatja be az olvasmány, mikoron az amalekitákkal harcoltak, Mózes kitárt karral imádkozott, és ameddig imádkozott, addig mindig győztek. Eléggé kezdetleges formája az imádságnak, de hiszen még az Ószövetség elején vagyunk, amikor ahhoz kérnek segítséget, hogy az ellenséget sikerüljön kard érre hányni, mint ahogy benne van az olvasmányban is. De már az is egy haladás volt, hogy nem bálvány istenekhez imádkoztak, hanem az igaz Istenhez, hiszen Mózes kinyilatkoztatást kapott, vele kezdődik valójában az igaz ismeretünk, mert neki mutatkozott be úgy az Úr, hogy én vagyok Jahve, aki veled vagyok. Nem csak annyit jelentett, hogy én öröktől fogva vagyok leszek, hanem az élet minden helyzetében kísérni foglak téged és népedet. Ezért joggal fordult Mózes Istenhez, csak van, mikor a mód vagy a cél nem mindig felel azért meg a kinyilatkoztatás szellemének. Mert ő itt azt kérte, hogy a harcokban győzni tudjon. Valamiként olyan volt ő még, mint amint hallottuk sokszor vádként, hogy megáldották a fegyvereket a háborúk idején. Ez a múlt században már nem volt. A katonákat áldották meg, hogy megmaradjanak és ne halljanak meg. De már ez is egy lépcsőfok volt, ahogy említettem, mert nem bálvány Istenhez fordult Mózes, hanem az igaz Istenhez. Aztán Jézus példázata az özvegy asszonyról és az igazságtalan bíróról egy oldalát mutatja meg az imádságnak, hogy kitartónak kell lenni, és az élet nehéz helyzetében Istenhez kell fordulnunk, mert ha egyszer egy igazságtalan bíró is tud igazságot szolgáltatni, akkor mennyivel inkább az Isten. Tudni kell a történet megértéséhez, hogy akkoron egy özvegy asszony nagyon kiszolgáltatott volt. Nem szolgáltattak neki igazságot, ezért is kellett szüntelenül a bíró nyakára járnia. Az evangélium tanúsága, hogy a nehéz helyzetekben ne hagyjuk abba az imádságot. Az imádság nem arra való, hogy mindenféle kívánalmunkat Isten elé vigyük, hanem ami lényeges az életünkbe. Mondhatnánk azt, hogy egzisztenciális. Annak az özvegynek egzisztenciális dolog volt, hogy ő megmaradhasson, élni tudjon. És ha mi atyánkra gondolunk, amit Jézustól tanultunk, abban pontosan ilyen kérések vannak. Nem azt mondja, hogy legyek gazdag, azért imádkozzak, legyek sikeres, legyen hírnevem,
csodálkozzanak el rajtam, nem. A mindennapi kenyeret adja meg nekünk az Isten, bocsássa meg a bűneinket, ez egy egzisztenciális kérés, és így forduljunk a mennyei Atyához. És az a szent lecke, amit felolvastunk, az egy tanítás Szent Pál apostol részéről, amikor Timóteus kedves tanítványának ír, hogy forgassa a Szentírást, mert az alkalmas az igaz életre való nevelődésre, és az kinyilatkoztatásnak a teljességét foglalja magában. És a Szentírás lehetne mondani, hogy még az imádság számára is a legfontosabb szövegkönyv. Abból tudunk mintákat venni. Már önmagában is a Szentírás olvasás imádság. Hiszen mi az imádság? Az Istennel való beszélgetés. Márpedig a Szentírás az Isten szavát közvetíti számunkra. És ha azt elolvassuk, azon elgondolkodunk, elmélkedünk, és valamiképpen választ adunk lelkünkbe, akkor párbeszédet folytatunk. De az imádság benne van úgy is a Szentírásban, hogy magát az imádkozó Jézust bemutatja, mert ő többször imádkozott a Szentírás tanúsága szerint, fölújjongott a Szentlélekben, amikor kiválasztotta az apostolokat, imádkozott, a Getsemáni kertben imádkozott, amikor megáldotta a kenyereket, imádkozott, a mennyei Atyához fordult, és ahogy az özvegy életének kétségbejtő helyzetében az Istenhez fordult, hát maga Jézus is ezt tette a Getsemáni kertben. Pedig abban az imádságban még az is benne volt, hogy Istenem, Istenem, ha lehetséges, múljék el tőlem a szenvedésnek a kelyhe. De aztán az imádság lelkületét megmutatja Jézus, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Abban az emberileg kétségbejtő helyzetében még a kereszten is imádkozott Jézus. Tehát ő nem csak tanított valamit az imádságról, hanem maga járt elő jó példával. És azután a Szentírásból példát kapunk a Szűzanya imádságára, elég az Erzsébetnél való találkozásra gondolnunk. Az imáját minden nap a papok szerzetesek, de most már mindenki imádkozhatja a csodálatos magnifikátot, az Isten dicsőítést. Példát kapunk rá, hogy hogy kell dicsőítenünk az Istent. Aztán ott vannak az apostolok imái, Szent Pálé és a többi apostolé is. De itt az Úr Jézus azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ebből is látszik, hogy a Szentírást magyarázni kell. Most mit értett ezen az Úr Jézus, hogy örökké valami szóbeli imát mondjunk, és hát, hogy így mondjam, mormoljuk az imádságot? Hát az se volna rossz, ha tudnánk örökké szóbeli imádságot mondani. Egyébként a keleti szerzetesség ezt teszi a Jézus imával, Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam. És ők nem rózsafűzért imádkoznak, hanem ezt, a csotkin, és naponta mondják, hogy az Átosz hegyi szerzetesek, miközben dolgoznak, kézi munkát, vagy valami fizikai munkát végeznek, több ezerször elmondják ezt az imát. Hát erre gondolt az Úr Jézus, hogy így kell imádkoznunk? Minden bizonnyal, hogy ezeknek a szerzeteseknek az imája nagyon tiszteletre méltó. De valahol másút van a szüntelen imádságnak a lényege, a lelkületben. Azt mondja Szent Pál apostol,
akár esztek, akár isztok, Isten dicsőségére tegyétek. Tehát milyen a mi lelkületünk? Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy egy kisgyerek, amikor kiviszik a játszótérre, szülei, nagyszülei, ő mind az ideig, amíg abban a tudatban van, hogy a szülő vagy nagyszülő óvó tekintete ott van, mert mondjuk ott ül a padon, ő önfeledten játszik. De abban a pillanatban, amikor fölnézés elveszíti őket a szeme elől, már nem tud játszani, mert fél, hogy egyedül maradt. Az ő tudatalattiában ott volt az, hogy velem vannak a szüleim. Tehetek bármit, mert ők itt vannak. Valahol ez a hasonlat tudja érzékeltetni azt, hogy mit jelent, hogy szüntelen imádkozzunk. Hogy az ember napját járja át ez a gondolat, hogy az Isten velem van. És ezért jön az a döbbenetes mondat a végén, amit Jézus föltesz. De vajon, amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Most is föltehetné az Úr Jézus ennek a háborúval küzdő Európának, amelyik nem tud más megoldást, csak a fegyvereket gyártani és küldeni. Ennek a szekularizált Európának, amelyik úgy él, mintha Isten nem létezne. Itt volt a Covid, azt hittük, hogy majd megtérnek az emberek. Élik továbbra a világukat. Talál-e hitet a földön? Nagy figyelmeztetése az Úr Jézusnak, mert ha van hitünk, akkor abban az imádságos szellemben élünk, amit ő tanított. Mert az élet színes forgatagában el lehet feledkezni az Istenről. De amikor jön az egzisztenciális helyzet, akkor döbbenünk rá, hogy mennyire szegények, magányosak és kiszolgáltatottak vagyunk. De az az ember, aki abban a hitben él, hogy Isten az Atyám, és nekem úgy kell élni, mint annak a gyereknek, aki a szülők tekintete előtt van, annak valóban a mindennapja is imádsággá tudnak válni. De ettől függetlenül kellenek meghatározott időpontok, hogy imádkozzunk. Az Anyaszentegyház jó pedagógus, azért kötötte a reggeli imádságot, meg legalább az estit a lelkiismeretvizsgálattal, meg ünnepélyes fordulatokhoz, hogy el ne felejtsük, mert az ember oly könnyen elfelejti. De ha bele tanul gyerekkortól kezdődően, akkor az megmarad, hogy imádsággal kezdem a napomat. És mindenképpen imádsággal fejezem be, lelkiismeretvizsgálattal, bűnbánattal, és egy újra való kezdéssel. Hát itt volna az imádságnak az igazi lényege. Kosztolányi mondta annak idején, minden hiteles beszéd lélekcsere. Mert hogyha nem mindennapiságokat beszélünk, őszintén szólunk, akkor az, mintha a lelkünket cserélnénk ki. Na most az imádságban is ez van, az Istennel cserélünk lelket, és ő a Szent Lelkét adja. És amikor a kérő imáról tanít, akkor azt mondja Jézus, ti bár rosszak vagytok, de mégis tudtok jót tenni gyermekeitekkel, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket mindazoknak, akik kérik tőle. Hát az imádságnak ezen napján, vasárnapján kérjük mindig a Szent Lelket, hogy tanítson bennünket imádkozni, forduljunk szavunkkal, gondolatainkkal, tettünkkel Istenhez, és arra is tanítson bennünket, hogy Jézus figyelmeztetését szívünkön viseljük. Nehogy amikor eljön, hitetlennek találjon bennünket. Amen.